A protestánsok betelepítése 1719-ben kezdődött, és három nagy hullámban zajlott egészen 1788-ig. Leginkább Németország hesseni, Rajna vidéki, württembergi és bádeni területeiről történtek a betelepítések. Ezek egyik oka az volt, hogy a török háborúk után a tolnai, baranyai és a somogyi területek kiürültek. Másfelől pedig a 30 éves háború, ami ugye 1618 és 48 között volt Németországban, óriási pusztításokat végzett. Utána maga Németország is lakossági importra szorult, és ez a népesség, amelyik 1648 után bekerül, egyszerűen már 1720-as évek elején, 10-es évek végén túlnépesedik, tehát már nem találja meg a számításait Németországban. Leginkább a másod-harmadszülött fiúk voltak azok, akik útnak indultak. Az elsőszülöttek vitték tovább az apától örökölt paraszti gazdaságot. A gyökerekkel pedig azért kell foglalkoznunk, mert onnan jövünk. Tehát saját magunkat is csak úgy érthetjük meg, hogyha a gyökereinkről tudunk valami. A bonyhádiak idén ünneplik a város újratelepítésének 300 éves évfordulóját. Bonyhádra az első németek Frankrészről érkeztek 1724-ben. Mivel a katolikusok vannak többségben, legtöbbször a katolikusokról hallunk, de ezen a vidéken nagyon viszonylag nagyobb számban vannak evangélikusok és reformátusok is. Tolna megyébe két helyre telepítettek reformátusokat, az egyik település Nagyszékely, a másik pedig Mórágy. Nagyszékelybe 1721-ben érkeztek, reformátusok és Mórágy szintén ebben az évben ünnepli a 300 éves jubileumát. Az elnök hozzátette azt is, hogy a legelső német telepesek svábok voltak, és Teverre érkeztek 1712-ben. Akkor volt egy kis szünet, és a 1719-től, 20-tól, ettől az időponttól Bonyhád környékén megjelentek a német telepesek, Kismányok, Majos, Mucsva, Izmény ezeken a településeken, és tehát Bonyhádra 1724-ben jöttek az első katolikusok, utána pedig nagyon sokan érkeztek, el lehet mondani, hogy az egész dél-német területről, valamint még Ausztriából is. Az akkori nehéz körülmények miatt él a mondás, az első telepeseknek a halál jutott, a másodikoknak a szenvedés, és csak a harmadik generáció kaphatta meg a kenyeret.